Ha esetleg Fortnite-ozol és szeretnél támogatni, akkor írd be a Support a Creator kódomat, ami Zsombály HD az Item Shopban, és hogyha netalán te még vásárolnál is, nagyon szépen köszönöm, és ha vettél bármit is, akkor nyugodtan küldd el Instagramon vagy Messengeren, és kirakom az Insta Story-mban. Köszi! És természetesen jó videónézést! Sziasztok, ez Zsombályok, és elkezdtünk egy újabb különleges videóhoz. A mai nap folyamán egy újabb reakció videót hoztam el nektek, mégpedig a 626. részét a BCC Fortnite fail és WTF momentjeinek, amiben az lesz a téma, mármint az is benne lesz, ami igazából a legfontosabb, hogy lehet egy olyan glitchet vagy bugot csinálni, hogy nem fogsz deployolni, hanem amikor kiugrasz a buszból, vagyis valószínűleg, hogy ez az a szituáció, amikor kiugrasz a buszból, és nem fogsz majd deployolni, hanem automatikusan leesel, vagy egyből leesel, és hogy elvileg ez egy nagyon ritka dolog, de létezik. Úgyhogy minden esetre ez benne lesz a videóban, és én nagyon kíváncsian várom ennek a reakcióját, nem tudom, hogy ti láttátok-e, de hogy ti hogy fogjátok reagálni, az is egy jó kérdés. De én nem húznám tovább az időt, ez egy 10 perces videó, és meglátjuk, hogy milyen vicces montázsra sikerült ez, és hogy mi lesz ez a deploy nélküli landolás, úgyhogy... Let's go! Nézzük! Kíváncsian várom. Ugye nem fog... Ne fog... Szép, ő meg meghal. Igen, valószínűleg gondoltam, hogy ilyen trickshot lesz, lelövi onnan. Viszont csak 15 HP-ja volt a deszkának, úgyhogy sajnos ő is meghalt. Welcome back to another video. Before we continue, I'd like to thank today's sponsor Curiosity Stream for making today's video possible. Azt a mindenit! Ez nem semmi. Expand your mind with cool shows like Becoming Superhuman, Miniverse, and more. Watch all of Curiosity Stream's videos for free with the link in the description below. Ez igen. De most én nem is láttam, hogy akkor mi volt a másik lényege. Ne BCC-t írjatok be, ne BCC-t, hanem Zsombály HD-t írjatok be a Support a Creator kódnak. Köszönöm szépen, aki használja. Na, nem találod a tagot? Jaj, ne, mit csinálsz? Meg fog halni. Na, ez a játékos talált egy glitch, ami Season 1 óta nem volt soha. Mégpedig, hogy... Tehát úgy tudott lemenni ugye a mapnak az aljára. Igen, tényleg, kajak! Hát... Jézusom! Hát de mennyi időt megsporol ezzel? Minimum egy 10-20 másodpercet. Ezt hogy csinálta? Mekkora szerencsés volt a tag? Mi az Isten? Kajak oda rakott egyet? De miért? Nem is szoktam lerakni amúgy a trappeket. Nagyon hiányolom már a trap kijeimet. Jaj, de szép! A szép volt. Xenik TV. Jaj, komoly volt. Na éppen mi fog folyni? Most fogja lefújni, nem? Vigyázz! Igen, láttam az eventet. Gondoltam, hogy akkor pont az lesz. Bele is halt a csávó. Ja, körülnéztél most ezzel. Jó, úr! Az nice. Oh shit! Ha. És! Wii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 
Ennyi volt egy duó, kérem szépen. Köszönjük a lehetőséget. Százzennégy kill, hát nem egy 136, de nem rossz, nem rossz. Na, itt mi történik?
Egyszerre fogja használni ő is az emote-ot. Ez már az előző reakció videóban volt. Vagy csak simán... De, aha! És most... Lehet sokan csinálták ezt amúgy. Mert ugye az előző videóban is benne volt, hogy egy mobil játékos is pont akkor csinálta. Szavasz, Roma! Gyerünk, Roma! Kobi! Megölte? Ja nem. Kobi! Meg fogsz halni benne! Gondoltam. Miért megy fel, hogyha tudja, hogy oda pattan? Saját magát Kobiszta bevágod? Ez mit csinál? Ő így fogják megnyerni! Hát gondoltam. Mert ugye a társa az még élt igazából. Csak nokkolódva volt. Nice. Mi ez a skin? Tökre jól néz ki. Ne! De miért? Ilyenkor miért ugranak le? Jó, más lehet nem is tudnak csinálni, de... Pont. Egy HP-nál lesz, mi? Ja. Júj, tesó! Áááá! Nem már! Oké. Azt szerintem azért, mert ugye egy nagyon kicsi delay, egy nagyon kicsi késletetés van, mikor felmegy a HP a 100-ra. És akkor emiatt ugye még nem érezte azt, hogy neki 100 HP-ja van, és csak azt az egyet. Az lesz az. Még az egyik lesz majd. Mi? What? Oké. Okay. Érdekes. Megint átlövés lesz majd? Átlő rajta? Ezeket a pillanatokat én annyira adom, hogy ez valami hihetetlen. Ki fogtok esni? De miért maradsz rajta? Miért maradsz rajta, hogyha látod, hogy ki fog esni a mapból? De sokkal, milyen régóta használja ezt a banátot, már meg van rohadva. Szép! Meg fog... Ja, nem hal meg. Before the video ends, I just want to shout out our sponsor again, Curiosity Stream. Ez mi a franc? Ez... Hol? Dupla írtést old be? Mennyit kaphat érte ez a huncut? Komolyan mondom. Vágod? Még megkérték, hogy kétszer nyomja be egymás után, az legeslegején, és hogy biztosak legyünk benne, hogy megnézzük a végét. Vagy hogy biztos, hogy belenézzünk, ezért még a végére is ide rakta, hogy biztos, hogy rákattoljak, vagy hogy megnézzem a linket. Hallod, jó megy. BCC-nek is jól megy. Majd most mi van? Milyen komoly setupja van. Nem látja. Ez hogy? Tehát érted? Nem tudom, hogy a mapnak milyen részén volt, de hogy lehet ekkora balszerencsés a csávó? Oda megy healerni, ahol pont van egy csávó, aki elment afkolni egy pár másodpercre. Jaj. Rá fog menni. Nem ment rá. Pedig az lett volna az igazi. Sikerült volna elkapnia. Na! Ez most... De hiába. Hogy oldod meg? Abba bele fogsz halni. Jaj, sem bírta. Hát ez van. Ne menjetek fatot helyére, srácok. Nincs értelme.
Ne így szerezzetek high groundot. 6 HP-ja van. Mi lesz ebből? Le fog esni. Felfele épít, és le fog esni. Annyira tudtam, hogy valamilyen bullshit lesz. Túléli, 7 HP-val. De utálom az ilyeneket. Immótot ilyenkor miért használsz? Aj. Instant igazságszolgáltatás! Köszönjük szép! Ő is röhög! Hát ez kész! A karma ott volt. Mondjuk az lett volna még a legnagyobb, hogy még ha azt a csávot is megölik. Na ezek az igazán what the fuck momentek. Ezekből annyi van, de látom, hogy... Csak a highlightban van ennyi, és naponta hány ilyen történet amúgy, de komolyan. Rengeteg. Nem tudom mennyi. Ez is egy jó highlight volt. Ez egy jó momentek voltak, jó montázs volt. Eredeti videó ott lesz a leírásban, srácok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett, akkor csapjatok egy lájkot, egy feliratkozást, és kattintjatok a mellette levő csengőre, és kapjatok értesítést a következő videókról, amiből van egy pár, ugyanis nem vagyok itthon, mint tudjátok. És szinte minden nap van videó. Valamint kövessetek be Instagramon, és Zsombay HD-nak hívnak, sok poszt és sztori szokott lenni. Beszélni megtanulunk. Ha nem is magánéleti kép és sztori, de a legtöbbször videót is szoktam ott hirdetni. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, Zsombay fanok. Sziasztok!